мои первые впечатления очень позитивные, потому что балет, который мы предлагаем в труппе, очень трудный, очень необычный, потому что техника в этом балете непривычная для балетных артистов. Но энтузиазм и желание преодолеть все проблемы меня просто очень радует. Az 1920-as évek nagyvárosi nyüzsgésében Galát, a gettóból származó fiatal lányt Rabolejti Leon, a latin táncbajnok, akinek nem csak személyisége, hanem élete, csillogó külsőségei is vonzóak a lány számára, aki szintén táncosnak tanul, hogy megközelítse az áhított férfit. A történetet Boris Eifman világhírű koreográfus alkotta meg, aki a darabról és annak mélységeiről az Opera Caféval is beszélgetett, miközben az együttessel próbált. Метаморфоза с главной героиней происходит через бальный танец. Это прием. И для балетного артиста бальный танец – это техника практически недостижимая, потому что это особая техника. И я очень волновался, сможет ли артисты национального театра, национальной оперы преодолеть эти проблемы. Потому что я работал со своей труппой полгода, со специалистами и так далее. Но я очень рад, что мы преодолеваем эту проблему. Конечно, без того желания освоить эту технику, без того энтузиазма, с которым работает компания, мы бы этого, конечно, никогда не преодолели. Но их желание показать высокий класс искусства меня просто поражает. И это, конечно, залог того, что у нас получается это сделать. A nagyvilági táncos épp partnere hibájából adódóan veszíti el egyik versenyét, új táncpartner után kutatva akad meg szembe Galán, aki a tánc órán esetlenségével kelt feltűnést. A férfi fogadást köt, sztárt farag az egyszerű lányból, ám a showtánc kulisszáiról nem könnyű, ám annál izgalmasabb a balett nyelvén mesélni. Boris Eifman Szentpétervári társulata több mint 4 évtizede számít nemzetközileg is elismert műhelyének. A Mester Karamazov testvérek című koreográfiája 2009 óta a Magyar Nemzeti Balett repertoárjának népszerű darabja. Mindemellett a magyar együttest érte a megtiszteltetés, hogy Eifman saját társulata után a világon először tanulhassa be a különlegesen nehéz új Pygmalion hatást. В первую очередь, я получил приглашение от директора балета венгерского национального, от Томаша Шаймаши. И мое первое доверие, в первую очередь, к нему, потому что он профессионал, известный мастер балета. И если он, видя мой спектакль в Петербурге, пригласил поставить именно этот балет, я понимал, что он знает, что этот спектакль можно реализовать. A 2019-ben bemutatott Pygmalion hatás merít Pygmalion a szobrász és ciprusi király történetéből, aki beleszeret alkotásába, ami Afrodité közbenjárására életre kell, illetve a címadó pszichológiai szakkifejezésből, ami arra utal, hogy az emberi teljesítés mögötti erő az elvárások ereje. Az, hogy mások mit várnak el tőlünk, és mi mit várunk el saját magunktól, jelentősen befolyásolhatja a munkában elért teljesítményünket. Вера в себя, вера в свои силы, она открывает новые возможности человека. Потому что человек, если ему говорить, что он может это сделать, в конечном итоге он добьется своего. Если человека, наоборот, подавлять и говорить ему, ты бездарный, неталантливый, ты ничего не сделаешь, он будет депрессивен. Az ifjabb Johann Strauss és fivérei népszerű műveire készült koreográfia bővelkedik humorban, a balett és a modern tánc elemeken túl keringők és latin társas táncok lépésanyagát igényli. A Pygmalion hatást az idei évadban még 8-szor, a következőben pedig újabb 10 alkalommal, 3-as szereposztásban tűzi műsorára a Magyar Nemzeti Balett. Olyan sztárokkal, mint Jakovleva Maria, Beck Maria, Balázsi Gergő Ármin és Alia Tanikpájeva. Az opera zenekarát pedig a nemzetközi hírű balettkarmester David Coleman vezényli.